A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ fogyatékos és pszichiátriai betegekkel is foglalkozik, ám a központ elsődleges szakterülete az idős ellátás. Nappali intézmények, klubok és bentlakásos intézmények, közel 2000 ellátottja van a központnak. Az önkormányzati diákmunkások a Pacsirta utcai gondozási központban is segítenek. A diákmunkások ebben az évben már második turnusban vannak jelen az ellátásokban, már 20 fő volt itt nálunk, illetve jelenleg is tölti a diákmunkás idejét. Nagyon nagy odaadással és empátiával foglalkoznak az idősekkel, olyan feladatokat látnak el, amire a szakképzett munkaerőnek a legkevesebb ideje van, beszélgetnek az ellátottakkal, sétálnak velük, foglalkozásokban vesznek részt. A 20 éves Eliza is a Pacsirta utcai idősek otthonában segítkezik, reggel 8 órára jár be dolgozni, és délután 2-ig van az itt élőkkel. Korábban már voltam diákmunkás, iskolaszövetkezeten keresztül dolgoztam egy könyvesboltban, de évek óta nem dolgoztam ilyen jellegű munkát. Most vagyok először önkormányzaton keresztül itt Nyíregyházán, mint diákmunkás, itt az egyik idősek otthonában, és hát, hogy milyen feladatokat látok el, segítek a étkeztetésben, vagy beszélgetni velük, sétáltatni, amihez kedvük van éppen. A nyári diákmunkaprogram sikerességét mutatja, hogy 2016-ban több mint 26 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot a programban. Idén Nyíregyházán többek között a polgármesteri hivatalhoz és több önkormányzati fenntartású intézményhez is jelentkezhettek az érdeklődők. A Vécsei Közi Idősek Klubjában is vannak diákmunkások, ők tornáztatják a szépkorúakat, a nagy melegben pedig frissítőt is kínálnak nekik. A fiatalok fizetése a minimálbér, illetve a garantált szakmunkás bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzetteknél 120.750 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezőknél 95.625 forint lehet személyenként és havonta.